Bízz bennem, politikus vagyok. Bízz bennem, politikus vagyok. A cset a P előtt egy picivel, figyel. Bízz bennem, politikus vagyok. Fontos, hogy hogy néz ki egy politikus, mert nem nézhet ki úgy, mint egy rakás szerencsétlenség, hiszen az emberek rá fognak szavazni. Te is jobban megbízol egy jól kinéző emberben, mint egy kevésbé jól kinézőben, mondjuk egy szemüvegesben, vagy mit tudom én. Mondjuk a szemüvegesek azok ilyen komoly tagok, lehetne nekem szemüvegem. Szemüveg? A szemüvegtől komolyabbnak tűnik, mert nagyon, nagyon kölyök képen van, azt mondták páran így a videókra. Hogy és a gyerekekben sem lehet megbízni. Nem, azt mondták, hogy ilyen buta. Buta? Kicsit butának tűnsz. Dehogy tűnök butának! Ki mondta ezt, hogy butának tűnök? Ki mondta ezt? Többen mondták. Mi? Többen mondták? Többen mondták, hogy szimpatikus a jelölt, csak nem túl okos. De az kell, hogy okos legyen? Hát... Ezen hát, gondolkozunk. Vannak olyan minden politikusok, aki nem okos. De figyelj, tehát tök mindegy, olyan, hogy okos vagy. Van olyan, akinek az az erőssége. Te lehetsz olyan is, de ha szemüveget fölrakunk, akkor okosnak fogsz tűnni. De az jó, az jó. Olyat is olvastam, hogy kötelezővé akarják tenni a halálbüntetést. Igen, ez is tervben van, csak ezt nem kellettől megijedni. Meg nem, itt nem a halálbüntetésről van szó, csak a kötelező vétételéről. Az ellenzéket nem fogjuk megosztani. Tehát mi nem megosztjuk az ellenzéket, hanem összeszorozzuk. Ugye? Nullával nem lehet osztani. Mi nem osztásban, hanem szorzásban gondolkozunk. Tehát ha valaki egy kicsit is érte a matematikához, az láthatja, hogy ha a teljes ellenzéket összeadjuk, beleértve a jobbokat is, az is kevés. Ezért mi szorzásban gondolkozunk, mert nem akarjuk kivonni magunkat semmiből. És már a jelmondatom is marha jó, az is mondták, hogy nagyon ütős. És mi lesz a jelmondat? Hogy bízz bennem, politikus vagyok.